Jön az. Üdvözlök ismételen. Mindenkit most fog jönni az utolsó videó, ez a befejezés, hogy 2 óra hosszát, inkább 1,5 óra át kerékpároztam, közben egy dolgoltam, egy pár történelmi helyeken megálltam, és meg nem néztem se tévét, készüléket, tévé a maga az ördögnek a találmánya. Az ördöggel fel kell venni a harcot, és az ördög ellen küzdeni kell. Hogy az mennyire káros az egészségre. Tönkre teszi az agyat, agykapacitást, életvitelt, testsúly, hízást okoz. Több Nobel-díjas tudós bebizonyította, ha mozogtok, meg valakit állandóan fájt jól, elkapjátok, akkor nem kaptok olyan nagy rákot. Nagyon sok mindentől függ az egész. Függ annak a másiknak a egészség állapota is. Másik meg le kell szokni ilyen virtuális vacak. Tartalmakról. Azért nézi nagyon sok ember, mert neki nincs meg. Nem tudja elérni, egyszerűbb befizetni ilyen internetes szolgáltatásokba, Netflixekbe, streaming szolgáltatásba, legális, és ottan kívül élni magát. De nagyon téved, ha normál agykapacitása volna, kicsikét nem lenne annyira elkörcsös, kicsit elkörcsölessége kamera va, saját magad kamerázod, ahogy sem már javarészt meg lehet élni, nem pedig lán ilyen pelenkás 12 órás műszakok, visszafelősz a már nem az oldás korszakra emlékeztetnek, hanem a pelenkás korszakra, kapsz egy pelenkát, ráthúzod, kibíroz, általában a pelenkát 3 óra szánként cserélik. Vajon, te szar, tényleg összeszarod 12 óra szá után. És akkor ennyi. Ez a valóság. Ezen úgyse nem fogtok tudni semmit se tenni. Úgy vattok nevelve, rá vattok szoktatva. Nem, egy van jó szállatok, lehet, hogy pozitívum. Nem kell gondolkoznotok. Utasításokat kaptok. Könnyű feladatot. Ha tász, mint egy automata, beállítva megszokod, robotolgatsz. Nagyon sokan ezt szeretik csinálni. Ezzel ellen ti nem bírtok tenni. Nem is fogtok. Mi lett volna? Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!